A műsor támogatója a Széchenyi pihenőkártya. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban az elbike.hu mountainbike és terepfutó challenge-ről jelentkezünk, majd beszámolunk a Borsod Mountainbike Series első fordulójáról. Második alkalommal rendeztek elbike.hu mountainbike és terepfutó challenge versenyt a Mátrában Parácsasváron. A festői táj korábban hangos volt a maratonoktól, de az utóbbi években lassan kikoptak a rendezvények, ezért is gondolta a Superior csapata, hogy versenyüket ismét idehozzák. Az időjárásra panasz nem lehetett. A tavaly évhez hasonlóan egy minimális eső áztatta csak a pályát, ami különösebben nem rontotta annak állapotát. A Challenge versenysorozat 6 állomásának első etapjaként rendezték meg a viadalt, amire 3 távon lehetett nevezni. A 10 kilométeres családi futamra, a 30 kilométeres rövid távra, végül a kétkörös 60 kilométeres hosszú távra. Érdekes a pálya, mert elég technikás is, de mindenki azt mondja, hogy egy kis gyakorlással vagy próbával, pályajárással teljesíthető. Az olyan részeket, amelyek kihívásokat tartalmaznak, természetesen lehet leszállva is teljesíteni, mint a cyclocrossban. A rendezvény különlegessége, hogy a kerékpárverseny mellett futóversenyre is lehetett nevezni. A futók a 10 kilométeres családi futampályán tehették próbára magukat. A challenge-nek ez egy specialitása annyiból, hogy mi azokat a futókat szeretük volna megszólítani, akik biciklizni szeretnének a futás után, illetve azokat a bicikliseket, akik meg szeretnek futni. Tehát ez nem kifejezetten egy futóverseny, hanem egy ilyen összvér, egy ilyen pura duatlon jellegű, és ugyan nincsen tömegek a futóversenyen, de ez pont azért jó, mert akkor gyakorlatilag futás után még elmehetnek bringázni is a versenyzők. A Superior csapata mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a családokat is megszólítsa, így rendezvényüket az ő igényeiknek megfelelően igyekeznek megszervezni. A fő vonalunk az a családosok megszólítása, ezért is alakítottuk úgy a versenyrendjét, hogy 9 órakor elkezdődik a futók, a családi bringástávok teljesítése, és miután beérnek a célba 10 óra magasságában, a szülők még 10 óra 30, 10 óra 50-es rövid vagy hosszú távon rajtbálhatnak és teljesítetik azt a futamot is, miközben a gyerekek különböző programokon vesznek részt. Ma például hajóépítés, illetve tutajkészítés a program, és itt a Tarnapatakon fogják délben vízre bocsájtani a járgányaikat a gyerekek. Szeretjük, meg akarjuk is, hogy minél több csapattag jöjjön, és egyre többen jönnek. Ez egy inkább egy ilyen családépítő, közösségépítő rendezvény a csapat szempontjából. A verseny nyomvonalának kijelölésében a nagy versenytapasztalattal rendelkező Búr Zsolt segítkezett. Nagyon sokadik verseny, mint ilyen nyomvonalat jelölök vagy jelölünk. A mostani pálya az annyiba speciális, hogy ugyanaz, mint tavaly, csak fordítva. Ez logisztikailag nekünk egy picit könnyebbség, itt a rajtcélközpont kialakítása miatt. Meg igazándiból rájöttünk, hogy amik eddig jó lejtők voltak, de most azok például fölfelé sokkal jobbak, és amin eddig fölfelé mentünk, azok meg lefelé jobbak. Ez így még talán a tavalyi pályára is, a nyomvonalra még húztunk egy lapot, és igazából szerintem bejött. Én úgy gondolom, hogy itt még soha senki nem rendezett versenyt rajtunk kívül 2022 előtt. Megtaláltuk ezeket az utakat. Most még majd fogunk rajta valószínűleg finomítani. Itt azért az április időpont annyiban nehéz, hogy a fakitermelések és egyéb miatt azért van egy-két olyan nyom, amit én személy szerint beleraktam volna, de aztán megkonzultáltuk, hogy mégse. Tegnap a jelöléskor nézve, hogy folyott lefelé a víz patakokba azon az úton, amit én gondoltam, az nyilván ez most egy jobb alternatíva volt, vagy jobb alternatíva így, de ha esetleg mondjuk cserélgetjük az időpontot, marad a helyszín, akkor lehet, hogy még erre is tudunk egy picikét, egy lapáttal rátenni. A családosokra is építünk nyilván, vagyis hát legalábbis azt vettük észre, hogy nagyon sok rendezvény erre a részére nem fektet nagyobb hangsúlyt. Pályában ez úgy nyilvánul meg, hogy igazából nehéz a gyerekpálya is. Én azt gondolom, hogy nem teljesítetetlen, tehát hogy aki már valamilyen szinten bicajozik, ne talán egy klubba jár bringázni. Most, hogyha tipikusan a gyerekekről beszélek, 7-8-9 éves gyerekekről, tehát én U9 mondjuk,
akkor azért ezen a nyomvonalon végig tudnak menni. Van benne egy húzósabb emelkedő, az nyilván az nehezebb, ott biztos, hogy tolták a srácok, szerintem még itt a felnőttek is jó sokan tolni fogják, de én azt gondolom, hogy minimális bicajos tudással azért ezt végig lehet nyomni ezt a pályát. Nagyon jó volt a pálya, szerintem én meglepődtem, hogy milyen könnyű és egyszerű pálya volt. Még a feleségem is minden edzés nélkül végig tudott rajta jönni. Itt ez a lejtős rész volt technikás, amúgy szerintem nem volt veszélyes. Volt pár vízátfolyás, amiket ott kerülgetni kellett, de könnyű volt. Szerintem mi gyerekeknek, meg nekem, aki nem olyan rutinos biciklis, azért ez egy kihívás volt a pálya, de teljesíthető. Kisfiunk is most lesz 7 éves, azért jó sok emelkedő meg. Lejtős rész is volt benne, a végén egy kicsit tényleg technikás volt, úgyhogy azért kellett egy kis rutin szerintem. A családcentrikus rendezvényeken természetesen öröm részt venni, de ahhoz, hogy egy család a gyermekével vagy gyermekeivel eljusson ezekre a versenyekre, sok áldozatot kell hoznia. Én azt gondolom, hogy ez egy befektetés a jövőbe, mert a mozgást meg kell szeretetni minden gyerekkel. Tehát én azt gondolom, hogy annyit ülnek az iskolában, és utána is nagyon sokan ülő munkát végeznek. Én abban hiszek, hogy a mozgás a hosszú élettitka, és ezt valahol kiskorban kell belenevelni szerintem a gyerekekbe. És valóban lemondás, de én ezt soha nem éreztem áldozatnak, hogy hetente 4-szer viszem tényleg gyakorlatilag edzésre, és sokszor úgy tudom megoldani, hogy viszem magammal a laptopomat, és ott dolgozom, még őt várom, de nekem ez megéri így. Látva azt, hogy ő szeret mozogni, imádja, mindig akar versenyre jönni, és soha nem mondja azt, hogy most hagyjuk ki, vagy ne menjünk, tehát mindig nagyon lelkes, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyereknek ezt így kéne, hogy megérezze, mit jelent az, hogy sportolunk, mozgunk, és nincsenek kifogások ilyenkor. Rossz idő, eső, most is esőben indultunk gyakorlatilag, de az sem állíthat meg minket. Most jön a Bringa Sport magazinban. Hangonyban rendezték a Borsod Mountain Bike Series első fordulóját. ...2014-ben az Ózdi Kerékpáros Egyesület szervezésében először nyílt lehetőségük Borsod-Abaúj-Zemplén megye hegyi kerékpárosainak, hogy összemérjék erejüket és felkészültségüket a hegyi kerékpározás olimpiai szakágában. Az azóta eltelt időben a verseny egy több forduló sorozattá nőtte ki magát. 2020-tól a korábbi évektől eltérően a verseny már teljesen nyílt, és Borsod Mountain Bike bajnok a Series néven folytatódott tovább, így nem csak egy-egy futamon vehettek részt a Borsod megyén kívülről érkező versenyzők, hanem az összetett értékelésben is díjazásra kerültek. A 4 futamot követően a Borsod Mountain Bike bajnoka címet az összetett verseny legelőkelőbb helyén álló borsodi bringás kapja. A sorozat kezdő futama 3. alkalommal rajtolt Hangonyban. A korábbi években Ózdon rendeztünk versenyt, de a Covid időszakában kiköltöztünk ide a Hangonyi pályára. Egy nagyszerű helyszínt biztosít a versenynek. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 150 előnevezés érkezett hozzánk. A Borsod MTB Series az amatőröket elsősorban megszólító verseny, de egészen a U7-es korosztálytól, ugye, egészen a Master 3-as korosztályig várunk mindenkit sok szeretettel a sorozat többi futamára. Igyekszünk olyan pályákat ugye kijelölni, ami a többség által, vagyis mindenki által teljesíthető, aki már egy kicsit többet ült kerékpáron, úgyhogy igyekszünk mindenkit megszólítani. Az ózdi helyszín megváltoztatása azonban nagyon sok járulékos munkát is adott az egyesületnek. Az erdő egy úgymond nyers erdő. Itt igazából nem volt olyan útvonal, amit rögtön ki tudtunk volna jelölni. Itt kőkemény fizikai munkát kellett beletennünk, ásó, kapa, lapát, minden, ami a kéznél volt, és építenünk kellett a pályát. Évről évre fejlődik, én azt gondolom, próbálunk rajta egyre javítani, szélesebbé tenni és emelni a színvonalon, gyorsabb lejtőket beletenni, de egyébként itt a környék az rettentően jó a hegyi kerékpár sportra. Ugye nagyon szép erdeink vannak, érintetlen tájaink, ami azt gondolom, hogy egyelőre még a kerékpárosok körében most annyira még nem ismert.
Az ismét éledező maraton szakág is megtalálná a helyét ezen a vidéken, de a szervezők bölcsen úgy döntöttek, hogy mindent a maga idejében. Egyelőre maradunk az X-triónál, de természetesen rengeteg olyan útvonal van, ami a maraton szakágnak is a megrendezésére kerülhetne, de egyelőre azt gondolom, hogy most még maradunk ennél. Egy maraton túl nagy falat lenne még most számunkra. A helyszín a határtól egy kőhajításnyi távolságra van, ami kiemelten vonzóvá teszi a határon túli versenyzők számára is a részvételt. Hál' Istennek a határ túloldaláról Szlovákiából is elég sok versenyző érkezett, főleg az utánpótlás korosztályba, de megemlíthetném, hogy Erdélyből, Romániából is érkeztek hozzánk az U11-es bajnok. Nagyon ügyesen versenyeztek a srácok, úgyhogy mondhatni, hogy most már nemzetközivé lépett elő a mezőny. Az U13-as fiúk a közepes, 1600 méter hosszú pályán mérettették meg felkészültségüket. A Bükszentkereszti Stolzenberger Zalán, a Kisgaja KSE versenyzője hozta a papírformát, és sima győzelmet aratott a horvát Miklós és Sipos Boris előtt. Az elején ugye jött az U15 lány, és előre jöttek, de nagyon lassan mentek úgy hozzánk képest, szóval így ki kellett őket előzni. És jött a második, jött utánam, de nem sikerült utolérnia. Egy szerencsém volt, hogy sikerült előznem, és a mögöttem lévő nem, és így lemaradt egy kicsit egy fenti részen, ahol szűkös volt. Nem tavaly is volt itt verseny, hát nem volt ismeretlen, ez volt tavaly is. Lefele és felfele kellett menni, és akkor úgy el lehetett fáradni, hogy hirtelen le és hirtelen fel. A délutáni versenyek már a teljes körön zajlottak. 12 óra 30 perckor az U17-es fiúk, az U15-ös fiúk és a Master 3-as férfiak és a felnőtt nők vették birtokba a pályát. Az első kör után a két U17-es magyar Botond és Rózsa Dániel érkeztek először vissza a rajtcél területre és mentek ki második körükre. Ezt követően változtak a pozíciók és a későbbi győztes Rózsa mögött a Tamásiból érkező Kránic István a mezőny legjobb idejét hajtva feljött a második helyre, amit az utolsó ötödik körben is megtartott, ezzel megszerezve a második helyet. A dobogó harmadik helyére Gudella Ádám állhatott fel. Nem gondoltam, hogy első leszek, mert még nem voltam első. Nem számítottam rá, úgyhogy nagyon jó. Örülök neki. Mondjuk annak jobban örülnék, ha jövő héten is nyernék a Magyar Kupán, mert az ugyanitt lesz. Múlt héten voltam Szlovák Kupán, ahhoz képest ez nem olyan pálya. Nehézség ezek az emelkedők itt ilyen nagyon meredekek, és emiatt nehéz. A DVTK-val ringázok, és ez a harmadik szezon a Montiba. Cyclocrossba szoktam még indulni. A felnőtt nőknél az UCI versenyeken edződő Kis Nicoletta Bettina már az első körben begyújtotta a rakétákat, és sima rajtcélgyőzelmet aratott. A második helyre Oravec Lora, a harmadikra Ködmön Dorottya gurult be. Igazából nem esett nagyon jól, de a pályanyomvonal az. Azt gondolom, hogy még a két évvel ezelőttihez képest is kicsit változott és jobb lett. A talaj az szerintem kiváló volt, hiszen esett egy kis eső, így nem volt se túl poros, se sáros, tekerhető volt. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy maga a verseny az nagyon jó volt, csak nem sikerült túl jól. Az iskola most nagyon lekült, most mentem egyetemre, meg múlt hétvégén voltam a Zselic maratonon, és ott estem egyet, és agyrázkódást is kaptam, úgyhogy szemesre segített az ideális felkészülésben. Már a rajtba éreztem, hogy annyira nem vagyok jól, úgyhogy próbáltam ilyen max kontrollat menni, hogy ne legyen hatással a elkövetkezendő versenyeimre. A nap fénypontjára 13 óra 30 perckor került sor, amikor a felnőtt férfi Master 1 és Master 2-es korosztályok álltak rajthoz 7-7 és 6 körükre. Az első kör után a rutinos Szatmári András és a BMTBS-ben első éves felnőtt Kis Vince Dániel haladtak át a célvonalon, de a második körben Szatmári a verseny leggyorsabb idejét hajtva leszakította fiatal ellenfelét, és az első helyet végig megtartva győztesként haladt át a célban. A második pozíciót Vince is szépen tartotta, és 1.47-es hátránnyal érkezett meg a második helyen. A harmadik helyezést Ribár Filip kassai versenyző szerezte meg. A sorozat május 21-én Görömbölyön folytatódik. Yeah. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben.
A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT. A műsor támogatója a Kastély Hotel Sasvár Resort.